Február 3. péntekje nagy ünnep volt az izményi óvodások számára. Jelmezt ölthettek, hogy a maskarákkal és énekeikkel messzire üzzék a telet. Már két hete tart nálunk ez a farsangi szezon. A múlt héten hercegnők és királyfiak voltak, és ehhez készítettünk mindenféle ilyen kis eszközöket, hogy korona, meg karkötő, meg ilyesmiket. A héten pedig ilyen cirkuszos hetünk van, és akkor mindenféle mutatványt mutathattak be a gyerekek, zsonglőrködtek, kötéltáncoltak, kinek mi jutott éppen eszébe, állati domár is volt. Ezt otthonról is megbeszélhették szülőkkel, hogy mi az, amit itt szívesen bemutatnának, és azzal szerepelhettek benne az óvodában. Megismerik így azért a népszokásokat is, megbeszéljük azt is ez alatt az időszak alatt, hogy milyen néphagyományok vannak, ezek hogy alakultak ki, miért alakultak ki. De a gyerekek azért mégiscsak egy mesevilágban élnek, ami fontos nekik, hogy ebben mindenféle olyan szerepbe is bele tudják élni magukat, amik igazából az ő korosztályukhoz van közel. Meghatározott napi rendünk van, ami igazából minden nap ugyanolyan, annyi, hogy ilyenkor egy kicsit több a vigasság benne, több a tánc, több a mozgás, bár az mindig van mozgás, de hogy egy kicsit szabadabb a légkör, meg hát eleve ebbe a mesés világban vannak ilyenkor ebbe a két hétben. A farsangi jelmezekben sokszor a szülőknek már nem sok beleszólása van, még az óviskorosztálynál sem. A gyerekek a mindennapok folyamán számos ötletet vetnek fel egymás között. Erről már megy jóval előtte az információ csere, mindenki már mondja, hogy ő mi lesz és mi szeretne lenni, vagy már megvan a jelmez és már otthon minden rendben van, és akkor már jönnek abba. Én még csak 2 éve vagyok ebben az óvodában, vagy ez a második. A Covid előtti időszakban ez rendszeresen így ment, én úgy tudom, hogy mindig ilyen nagy közönséggel ünnepelték a farsangot, viszont a Covid időszakában nem, ez így elmaradt. Tavaly is még csak házon belül az óvodában ünnepeltük a gyerekekkel a farsangot, viszont az idén megkérdeztem a szülőket, hogy szeretnék, mert azért ez egy kicsit több kiadással jár, de azt mondták, hogy szeretnék, hogy így, hogy ők is részt vehessenek rajta, és ezért most ők is jönnek, és nagyszülők, meg mindenféle rokonok itt vannak. A gyerekekkel egy kis műsorral készültünk, amit előadunk a szülőknek, utána mindenki bemutathatja a jelmezét, lesz tombola is, olyan tombola, ami a gyerekeknek garantált tombola, tehát hogy minden gyerek kap egy kis tombolát, és lesz olyan tombola is, amit az SMK, amihez az SMK árusítja a jegyeket, és hogy egy kis bevételük legyen, akkor ehhez gyűjtöttek ők maguk mindenféle tárgyakat, amiket ilyenkor ki tudnak sorsolni. A szülői munkaközösségnek a bevétele tulajdonképpen ez az összeg, és valószínűleg a nyári kiránduláshoz lesz majd egy kis hozzájárulás nekik. A kis ovisok örömmel bújnak ilyenkor különböző mesehősök bőrébe. A lányok körében mindig is közkedvelt volt a hosszú szoknyát és koronát igénylő hercegnő jelmez. Nóra is ezt öltötte magára, aki elárulta, hogy a farsangi időszakban zene szól az oviban, de mondokát is tanultak. Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál. Zene szól, vígan lép, ring a báli tarka név. Nagy mulatság van itt ma, ezerféle maskara, beldül, fordul, integet, búcsúztatja a telet. A hideg évszak előzésére pedig sokan összegyűltek a település művelődési házában, amit örömmel bocsájtott az önkormányzat az ovisok rendelkezésére, hiszen fontos, hogy a legifjabb generáció jól érezze magát a faluban. De mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Kicsit nehézkes, de azért próbálkozunk vele. Mi az óvodát általában ugyanúgy, mint az iskolásokat is, beiskolázási segélyt, amikor beiskolázási segélyt adunk, akkor adunk óvodáztatási támogatást is, ugye egy évbe kétszer adtunk eddig. Azon kívül, ha kirándulni mennek, legalább a buszt én állom, és hasonló dolgokat próbálunk. Igaz, hogy nem mindig önkormányzati, de muszáj valamilyen formában, úgyhogy saját zsebből is. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, úgyhogy bízom benne, hogy ez a hagyomány ez meg is fog maradni. Valamikor régen ugye más volt a farsang hangulata, hát mindig változik az idő, változnak az emberek, a szóltak, a megrendezésre kerül, ugye van ez a válságos időszak itt a gáz, a villany, ezekkel a dolgokkal, és ugye a kultúrum nálunk is le van amúgy zárva, igazándiból fűtés kályhával, ugye fával fűtünk,
de mondtam, hogy ez a rendezvény, ez nem lehet gond, hogy nem adunk áramot, és nem tudjuk ezt a dolgot ezt finanszírozni. Ezek a dolgok megmaradnak, még akkor is, hogyha nehézkesek a dolgok, most egyre inkább kis településeken is. A gyerekek arcáról pedig sugárzott az öröm, hogy együtt, közösségben ünnepelhették ezt a számukra fontos ünnepet. Egy kicsit kimozdulok én is, meg hát ő neki meg alig vártam, ahogy jöjjön. Bennett dinoszauruszként érkezett a télüző eseményre. Mindent szeretek, táncolni, meg enni, meg inni, mindent.